Na, hello, szervusztok! Sziasztok! Ez most nem egy örömteli bejelentés rész lesz. Nem attól kell megijedni, nem hagyjuk abba a monstert, csak történt itt egy apró icipici problematik, már pedig az, hogy sajnos igen tisztességesen hibás a map. És ez abban nyilvánul meg, hogy ott arra ott a távolban mutatom, ott látható az a, például az a havas bajom. Valami oknál fogva arra elindulunk, bármelyikünk, aki ugye itt fönt van, tehát Totó, tök mindegy, akkor konkrétan kifagy a szerver, tehát bezár, kidob mindenkit. Pedig megtettünk mindent a cél érdekébe, itt mint láthatjátok, kikapcsoltuk benne a Die Trees modot is, el is tűntek a fáknak a lombjai, mert hogy valószínűleg az okozza a problémát, de attól függetlenül a helyzet semmit, jottányit se változott. Két napja ezen próbálunk ügyködni, hogy valamit javuljon a helyzet, de sajnos nem sikerült. Igen, tehát akármit is csináltunk, próbáltuk, hogy újra rakni, semmi, tehát igen. Ebből kifolyólag most annyi változás történik, és ez igazándiból, ugye ezt majd Totó szemszögéből is, aki ugye őt is nézi, az látni fogja, tőle ugyanez a bejelentés várható, hogy költözünk egy másik mapra. Na, de nem kell megijedni, tehát nem a nulláról fogjuk kezdeni, hanem annyi fog történni, hogy mi itt a teljes kis hóbelevancunkat, ja, azért mutatom, tehát hogy lássátok, hogy nem unatkoztunk menet közben, itt nem vagyok ám nagyon mérges, értitek, tehát előtte egy nappal lett fölépítve ez a cuki kis torony, azért mutassuk már meg. Hát konkrétan úgy néz ki, mint egy nyalóban, de... Így. És terveztünk bele valamit, tehát az mi konkrétan nem, hogy mit. Igen, a nyalóka. Volt ez már máshogy is nevezve, azt inkább most nem mondom, hogy minek. Meg akkor te is ügyködtél itt valamit, mit csináltál ott a vizen? Én megcsináltam a kikötő részt. Igen, ide lett csinálva egy kikötő rész, mert egy másik ilyen grandiózus terv részeként, nézzétek meg, szerencsétlen Vitrász kollega itt görcsölt vele egy csomót. Meg hát ilyen aprós... Mire megszereztem azt a bloodbath? Akkor ide mellékesen itt hozzá lett építve a házhoz, ugye megmutatom, ide föl lett építve egy ilyen kis Twilight portál, majd oda is, hogy átmentünk. Akkor ez a hátsó szoba, ez ilyen fegyverszobának készült, Vitrász kollega keze munkáját dicséri. Még ez fegyverszoba, szélszámos szoba. Igen. Kiminek. Fegyverterem, igen. Annak indul, csak utána mindent bevitt. Akkor gyorsan, igen, gyorsan megmutatom a büszkeségemet. Vitrász kolléga, hogy olyan jól dolgozott, úgy döntöttem, beköltözhet a házba, ergo a kis lakását átalakítottam. Hát, igen. Ez magáért beszél, kerti budi, oda tessék, eltudtsuk már, mert nem kíváncsi rád senki, mit csinálsz. Na, de ez, hogy csak, hogy érzékeljük, tehát a kerti budinak funkciója is van. Csúszadék. Nézzétek csak. Haha, haha, ugye? Igen, és akkor ehhez tartozik ám itt. Tehát nem csak újsnasz. Kérem szépen, itt az emésztőgödör, ami már elég szépen tisztességesen tele van. Tényleg, mester, hívni kellett volna a szippantósokat, lássam. Igen. Akkor közben ugye azt, amint észrevettétek, eltüntettem onnan az olajat a vízről, össze lett szedve itt a környezetünkben felelhető ilyen különböző folyadékok itt a gödörből, meg ilyenek, tehát mi mindent megtettünk, de sajnos a map az kiszúrt velünk, és akkor vissza az előző mondókához, tehát annyi fog történni, hogy ott nem kezdünk csupasseggel, hanem mindent, ami mozdítható, elbontunk. Tehát az épületeket, a Big Reaktort, mindent, hát amit törik, azt nem tudjuk, tehát sajnos a veteményes, az nek a üvegkupolája az nem jön velünk, de hát majd fölépül, pedig nézzétek meg, mert itt is szépen beindult a locsolómű, nőnek a gazok. És igaz, László?
meg volt gyümölcskert, húzakert, fűfar. Jó, na. És csak befejezem, amit ki akartam nyögni. Na, tehát mindent elbontunk, minden itemet begyömöszölünk az EMI rendszerbe, de mindent visszük, a bokrot, mindent, amit idáig összegörcsöltünk, és az új mapon, ami már megvan, már le van generálva, mindenkinek megvan rajta a kis helye, azért nem látok egy spawn pontot sem, mert ugye azok már kilettek szedve, tehát már az újhoz tartozik, és ott fogunk építkezni, és hogy azért nem ugye csupasz fenékkel, most nem feltétlen ugyanezt az épületet fogjátok majd ott látni, ami itt van, tehát azért lehet, hogy minimális változtatások lesznek, ugye a már csak a helyszín mássága miatt, igaz? Mert igen. Ott az, hát ugye egy kicsit más bajom, nem ilyen hegyes-völgyes, vagy az, hát inkább nagy... Vannak hegyek, völgyek is, csak vízpartot nem látunk sehol. Igen, nagy rész, igen, nincs vízpart, nem baj, majd csinálunk. Viszont, jó hír, ott is találtunk egy dungeont, úgyhogy ismét dungeon közelébe költözünk, az lesz egy fix pont. Úgyhogy nem ússzátok meg majd az egy valamelyik részt egy ilyen komolyabb dungeon túra nélkül. És na ott ezekből az alapanyagokból nekiállunk, és igazándiból fölépítjük újra a bázist eddig a szintig, ameddig itt most eljutottunk. Tehát ugyanúgy lesz kovács műhely, stb. Meg lesz a kerti budi, az nagyon fontos, az kell, tehát igen. Anélkül bele se kezdünk semmibe. És majd onnan fogunk jelentkezni. Igyekszünk ezt nagyon gyorsan megtenni, tehát még a héten számíthattok ugye részre tőlünk, igaz? Összehozzuk igen. Simán. De ha most nem feltétlenül lesz most két nap múlva a következő, akkor ne csüggedjetek, mert jövünk, csak hát azért ez most melós lesz, akármennyire is. Idő kell az, hogy újraépüljünk újra. Igen. Most az, hogy ezt is itt lebontjuk, tudom, most esetleg kommentbe oda lehet írni, hogy miért nem addoljuk be, meg nem addoljuk be, nem kreatívba építkezünk, semmi. Az összes blokk, mindenség, ami maximum annyi beaddolás fog itt most történni, itt majd jelenleg, hogy lehet, hogy az EMI rendszerben, amit majd utána kidobunk, bele kell rakni, mit tudom, egy 64K-s drive-ot, mert hogy nem fognak beleférni a motyók, igaz? Igen. Tehát maximum azt egyet-kettőt bele kell dobni, de azt utána, hogyha betesszük, akkor azt ki is vesszük. Tehát egyértelműen. Igazándiból ez is már így ilyen szempontból egy ilyen félig ilyen csalásnak minősül, nem? Mert hát szerinted? Mondjuk a végül is meg is tudnánk fordani, hogy csináljunk akkor a tárolókat, de azért csak az időt húznánk. Magában az építkezésbe venne el időt. Igen, ez egyértelműen, igen. Meg annyiból még igazándiból egy ilyen icipici csalásfaktoros a dolog, hogy ugye ott az a környezet még kiaknázatlan, tehát nincs ott semmi még kibányászva. Igen. De hát szerintem ennyi belefér. Sajnáljuk, hát azért már hiába vagyunk még az elején, de azért beleöltünk nem kevés munkát, meg időt, hogy ez itt fölépüljön, és akkor most igazándiból kezdhetjük előről. De muszáj. Tehát tök mindegy, mit csinálunk. Tehát most kivettem ide, most ez itt single playerbe fut ez a map, de a csodát látnátok, hogyha elindulnék én arra felé a Havasbajon felé, itt a hegyvonulat mögött, szóval azonnal azt mondaná, hogy crash. És ugye ezt szervezem, mikor hat ember van, nem lehet azt megcsinálni, most hogy komplet bajomot nem használunk, mert azért mi is terjeszkednénk. Igen. Akkor Laci hangpróbájával is, vagy hangjával is még egy ilyen minimális harcot folytatunk, a zajosságos most már megszűnt, még azért igyekszünk
föltornászni egy olyan szintre, hogy most élvezhető is legyen, ne csak hátsó morgás. Igen, ne csak a háttérből halljátok néha ott, hogy valami kis sutyorgást. De rajta vagyunk a problémán, megoldjuk, és arról az új mapról fogunk újult erővel jelentkezni. Na, hát köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és fogtok tartani a továbbiakban is, remélem. Reménykedjünk benne, hogy nem pártolnak rá. Hát, igazándiból folytatjuk. Nem azt mondtuk, hogy abba hagyjuk. Nem. Megyünk tovább, igazándiból egy ilyen fél új sorozatnak fogjátok föl, igazándiból. Akkor mit csinálunk egy 2.0-át? Az, igen, tehát majd valahogy majd úgy jelentkezünk a következő rész, hogy ott már ugye fölépültünk, és igazándiból folytatjuk, ahol abba hagytuk, csak a táj lesz egy kicsit más. De majd alakítunk rajta. Jó, hát akkor szerintem ennyi. Igaz? A másik szerveren találkozunk. Nem szerveren, másik mapon. Másik mapon. Uh-huh. Na, jó van, addig is. Szervusztok, sziasztok! Sziasztok! Ismét itt vagyunk, mert fél információval hagytunk benneteket. És ugye elköszöntünk, de majd most akkor még egyszer. Ugye azt mondtuk, hogy bepakolunk az EMI rendszerbe és átköltözünk. Igen, csak azt nem mondtam ugye, hogy hogyan. Tehát az lesz, hogy az itteni motyókat ugye most mindent bepakolunk, összerakunk, így puff, egy kupacba. Tehát az EMI rendszerbe, azt magunkhoz vesszük, tehát ide be a kis motyóink közé, tehát a kis slotunkba, és lementjük a player datát. És azt a player datát átvisszük a másik mapra. És ha ott azt beadjuk, akkor minden, ami nálunk van, az ott automatikusan megjelenik. Úgyhogy ennyi információt még hozzá kellett fűzni. A kolléga majd bont ezerrel. Na, úgyhogy, hát a mindegy, az akkor most már mindent elmondtuk, hogy újra elköszönünk. Szervusztok, sziasztok! Sziasztok!